Első pillantásra bizony nehezen hihető, hogy itt, a Pácoló és az Intarzia utca találkozásánál lévő kis téren hamarosan egy gyönyörű, mediterrán hangulatú parkocska fogadja majd a járók előket. És nem csak a december nyírkos, szürke időjárása miatt kell ehhez a színes fantázia, hanem azért is, mert a foghíjasan dülöngélő padok közt, mintha megállt volna az idő. Az útburkolat leromlott, a zöld felület kopott, a parkolási viszonyok pedig kaotikusak. Ezt a finoman szólva is retro érzést azonban hamarosan egy másfajta hangulat váltja fel, hiszen a költségvetés november végi módosítása megnyitotta az utat a terület rendezése előtt, és a munka már 2022 elején megkezdődhet. Ezeken a területeken vadonatúj útburkolat lesz, és vadonatúj kijelölt parkolóhelyek lesznek. 50 kijelölt parkolóhely létesül, szabályos parkolóhely, és egy mozgáskorlátozott parkolóhely is. Emellett a mögöttem álló térnek a burkolt felületei, valamint a zöld felületei is megújulnak, átépítésre kerülnek. Ez azt jelenti, hogy egy kis mediterrán életérzés köszönt be ide, egyébként meglehetősen napos térre, úgy a növényválasztásban, mint a stílusában, illeszkedve egyúttal az itt lévő épületekhez, valamint a magyar klimatikus sajátosságokhoz. Lesznek itt új, biodiverz, vadvirágos növények, mediterrán jellegű örökzöld növények, fát is ültetünk, lesznek padok, gyönyörű pergolák lesznek, a pergolákra növények fognak felfutni. A kistér burkolt közepén lesz egy vízjáték is, illetve természetesen ivókút is lesz. És ha mindez még nem lenne elég, a tér talajba süllyesztett LED térvilágítást is kap majd, a környék biztonságát pedig térfigyelő kamerák vigyázzák. Ám ahhoz, hogy a terület újjászülethessen, kell majd az itt lakók türelme is. De megéri elviselni a munkákkal járó elkerülhetetlen kellemetlenségeket, ígéri az alpolgármester. Számítani lehet arra, hogy három szakaszban és három ütemben lezárások lesznek úgy a jelenlegi parkolók, mint az útburkolat tekintetében. Nagyon-nagyon kérjük az itt élők türelmét, ezt az egész területet nem lehet másképpen megújítani, a burkolatokat kicserélni és rendbe tenni, anélkül, hogy egyébként szakaszos lezárások történjenek. Viszont amit ígérni tudunk, és meg is köszönjük előre az itt élőknek a türelmét, amikor viszont ezen túl vagyunk, akkor egy nagyon kulturált, nagyon színvonalas, nyugodtan mondhatom, hogy európai színvonalú kis tér kultúrát, jól kiépített úttal és parkolóhelyekkel fogja várni az itt élőket. A táblán lévő jó kívánság pedig hamarosan valósággá válhat, és az egyelőre a falon vidáman hancúrozó kisgyerekek is húsvér játszótársakat kaphatnak maguk mellé itt Káposztás megyeren, a megújult Pácoló Intarzia köz mediterrán parkjában.